Sziasztok srácok, Sándor Gróf vagyok a Voltan Nebre, és most vannak a pajtikáim. Vád 833, a Spajzer, vagy így rövidesen. Jaja. Hoppa, két típus már adtam az ellenfélnek. Amúgy azok csak ketten vannak, csak hasonlít a nevük. A Dobro meg a D4RB. Meg aztán valami huaklános srác is van, valami Ferike. Nem tudom, úgyhogy már négyen már OP-k vagyunk. Ja, ott vagy háromfős stáfel a másik oldalon is. Japánok a németek ellen, hát jó. Igen. Mondjuk itt több a csata lehetőségük, csak azért kicsit furcsa. Na, visszaköszönt a magyar srác. Látjátok gyerekek, ez már a játékos kultúra. Tudjuk már egymásra köszönni a támadást. 10 meg nem tudom. Nem tudom kilőni. Itt nem tudsz kilőni. Mivel verekszel? STRV. Nézd meg, és egyszerűen adtam neki két kritikust, utána már nem tudom belőni. Hasa? Látod valamennyire? Semmiét nem tudom belőni. A, vagy a hasa, vagy a torony tetején az a kis lapos lemez, ami nagyon döntő van. Hát 1800 méterről nagyon nehéz így. Hát csak próbálok tippeket adni. Én 2001-ről lőttem ki a igazi 10-es feleségűssel. Lopak, hogy közelebb. De én is a hasát. Jó, már kinyírtak. Téged például voltál? Ha. Kumulatívan kinyírtak. Type 61, a Type 61 az kemény újság. Hát, igazából nem kemény, csak amit lő, az a kemény. Hát igen. Nem baj, kibaszok velük. Hova fent rágeremet. Nem. Nekem az esti ágyra már egy ideje megvan az izé, TP, TP-re már ki van nyitva, csak nem tudom, hogy kellene nekem az esti ágy is. De annak valami 50-es páncélzata van, nem? Hát ő páncél, amit ő nincs, tehát ő így a félelmet és páncélt nem ismer, a japánok családjába tartozik. Mert vannak ugye, vannak az irgalmat és ágyosvédést nem ismeri a szovjetek, illetve a félelmet és páncélt nem ismeri a japán. Igen. Na, ő egy szaburáj. Viszont 350-t üt a hitefes gránátja. Aha. Az azért az jó, főleg, hogy különjtek. Mert csak az a japánoknál, hogy minden reghez, vagy egy BR-hez, bocsánat, van egy tankot, tehát. És akkor ott tegyen össze egy sort. Nem tudsz egyszerűen respawn-tankot betenni egymáshoz, mert olyan szinten különbség van mindennek a BR-je közt. Azt mondom, nem minden kiú csatába szerintem van, nincsen ebből a ITF-es gránát, mert azért legalábbis jön már, ha őt is ütik. Csak most foglalják a első pontot, és próbálták foglalni. Hát egy emberünk az állnál. Azt gondolkozom, hogy lenézzek, és akkor próbáljam megperezni a srácot, vagy menjek tovább. Csak előre! Te megijesztettél, bassz meg az M2-t, megy. Már ízen azt jött az ellenség, mondom, jó. Object, megszokásban majd nem tudom, hogy hátulját lőttem annak is, jó? Na most akkor mennyire lőttök ti srác? Új. A bánat van. Kit lövöldött? Téged lövöldnek ennyire? Újha? Ha engem segbe lőttek, vagy mi? Én nem meg rám próbált a gyerek, de valami írgalmatlan. Fáj a másik vége távú. Eltaláltam. De csak eltaláltam. Valami angolok árék. Lepattant rólam. Megy a kuszi. És megvan. STRV. Ezeket az STRV-ket ilyen 1600-2000 környékén nagyon szoktam szedni tigrisekkel. És, ja. És neki van rakétája. Igen. És nagyon nem. Nem tudja használni.
De ha tudsz, akkor odabassz elég keményen. Azt sem mondanám, mert Vadász Percónak az intro videójában első vagy második áldozata neki a STRV. Odalőtt neki 600 mű sakétába, beistött meg mindent, de aztán visszalőttem. Nem a levesbe. Hát azért tudok, hogy csörögtél, de... Megjött a pizza. Most a Federando pizzázik. Azt is, hogy kínálok majd az esőbe, ez hülye. Remélem nem kebabot rendeltél. Hogy? Remélem nem kebab. Magos amúgy, Federando pizza. Van rajta bab is. Ó, de tudok, bassz meg! Szerencsétlen kis faszom tudja, mi volt ez. 900 méterre futtál bangó légvédelem. Kurva jó az a tigris. Mikor jakpánterünket oldalba nyalta volna pont, akkor azt lehet, hogy kiikszeli. Az A12 vagy mi a bántos istennyire, annak elég jó penye. Pár szó, már kirőttek vele a tankból. Hát jó, elég forró. Most meg kéne rohanni a B-t. Nem, azt beszélteni fognak, mert nagyon hullanak. Ez egy dolog. Ellenfél találva csinni mindig hiba. Nem abban dolog ki. Úgyhogy még nem hoztak repülőket. Ja, de épp azon... Már jön egy. Óta mácsi rákozott. Kettő. Még nem kaptam bombát meg rakétát a nyakam. Itt vannak. Ez az igazi. Mennek kaptam B-re, de inkább befogultam ide, menjen est. Van itt egy Walker Bulldog, azt meg akarom ghostolni. Miért? Mert azt még ki tudom lőni a 37-ese. Hogy ő kóstolja. Van egy kis citromos korianderes humuszom. Ezt rákerheted. Most az dísztank vagy nem dísztank? Csak dísztank. Nagy a kurva zavarok ezek a dísztankok itt. Jól a színe, mintha élne. Hóra profi vagyok azon, kimenek a nyílt pasz közepére a sivatagba, azt kell csinálni egyébként. Na, egy A7-es. Dugság gyerekek, hogy most csinálják, ne csinálják. Négyen vannak abból egy spekátor. Nem tudom, repülők mennyi van fenn? Egy repülőt leszettem. Szép. Csak kevés. Uh-huh. Egyet most lőtt a vadászgépünk. Itt nyalta fel a... 262. Az anyja. Na, lassan eljövök itt a spawn-ni ki. Na, én majd parkolok. Lesen meg őket. Még sehol senki. Szerintem alulra fognak születni. Azok kis gecik. Én elnézem. Ó, hárman vannak. Hát... Itt már sok benne nem fog történni. Hát, nem. Gyerekek, én egy pár percre eltűnök, ajánlok egyet, jó? Jók, semmi, meg addig lehozzuk ezt a meccset, aztán szerintem meg. Ja, 8 óra, én is megfürdök, meg stb. Miért? Te is melózol este. Délutános, kis köcsög. Ja. Ha. Nem mindenki angyal is, mint te. Úgy állandó délelőtt, jó pénzért. Ja,
Az. Éjszakázok ön december. Hatodikán jön vissza Szabiró talán. Váltótársam addig folyamat. Idióták. Melyik volt ez? Nem tudom. Jó, nem vagyok egyedül, másik is lő téged. Jó, van akkor. Ott jön a repülő. Vigyázz. Pont felém jön. És ma nem elkaptam. De jót röhögtem volna pedig. Titóval sikerült tűz lekapnom meg. Mivel is még? Én mauzzal lőttem le egyszer. Gratulált is mindenki. Ez távolodik én. Szökik a kis geci. De megijesztem. Annak a mestek ennyi volt, fiúk. De jó, hogy rossz helyre mutatja. Az meg az ejt, hogy humban ez a rohadék. Na, megkerültem a spawnot hátba most már. Nagyon jó. Na, téged meg kilőtt egy MK3-as. Hát kilőtt, mert ugye máshova jelölték, hogy humban. Kicsit arrébb volt. Ja. Mondom, meg mögé. Nem. Ezekkel azért vigyázzunk ezekkel a jelölésekkel, mert sosz per kb. És elébb mentél. Hát észrevett, mert... Nem úgy, de mindegy, hozostuk át. Hú, basszus, már megint nem raktam 2 másodpercre. Nem baj, majd magasból oldom. Valamit le az egyik tesó, Brüder. MK3-os az alkot. Nem tudom, valamit le a másik bejárségű, már füstöl is valami. Te nézel így az infót, nem lőtt ki valamit egy bejárség is? Mostanában. Na, meglövi. Nem tudom, mi az, de meglövi. Aha. A száját annak a sugárhajtású gépnek. Részevett. Menjek fel. Fú, éppen el tudtam kerülni. Szakadjon meg. Egy izével van a csáló. Én mondom, hogy feltöltöm, Shooting de repülőre, aztán rájöttem, hogy nem. Na nézzük, mit alkotott sukát. Júj. Henni! Nem mit tudsz főhúzni, mi? Hát, ha, kicsit, annyira minimálisat lendítettem a gépen, nem igaz, hogy nem lehet ezt főhúzni. Na, most te mindig meghalsz. Hogy ott bán ezek meg... Mondom, hogy főbnek van áspereszetnek álmos, mert aztán rájöttem, hogy nincs ennyi spawnpontok. Tigrisből kiugrottam. Nagyon jó. Annyian vannak az a két repcsi? Ja, lehet. Ja, megnézzük. Statisztika. 3-an vannak. Na, Eru, szedd már le. Jó a géppuskáid. Gyerünk! What must do? Sajsze. Még ezt már meggyertük, akármit csinálnak. Hát igen, most már lassan ideje lenne a... pontozás alapján. Na, győztünk! Jaj, csak a best squad megvan-e? Na, második ettem. A sniper-t megint megkaptam. És itt fűrt a best squad. Jó, összehoztuk. Hát, Sönder, mi az a 2 pont, amit Cseri csináltál? Hallod, 2%-ot kaptam. Hallod, ez negatív rekord. Ezt nem tudja, ezt a kutatom a számot.
azt, hogy... Hát ez kellett, hogy... Hát igen. Na jó, sniper-tük is bizonyított, aztán ennyi volt ez a videó már. Fiúk, szavaztak! Hello! Hello!